Elkezdték bontani azokat a házakat Genovában, amelyek közvetlenül a leomlott híd mellett álltak. A város két részét összekötő Morandi híd tavaly augusztusban omlott össze, 43-an haltak meg a tragédiában. A baleset után azonnal kiköltöztették az ott élőket, most pedig porigrombolják az ottani házakat. A nyomozás egyébként még tart az ügyben, 73 ember felelősségét vizsgálják. Markolóval bontják Genovában a Via Porro 10 szám alatti több emeletes lakóházat. Ezen a környéken összesen 9 épületet ítéltek megsemmisítésre, a munkálatok hetekig elhúzódhatnak. A 250 lakás hosszú hónapok óta üresen áll. Az érintett házakat tavaly augusztusban leomlott autópálya híd keleti csonkja alatt állnak. A területet már a tragédia utáni napokban lezárták, a lakókat kiköltöztették. Legtöbben még hónapokkal később sem tudták elfogadni, hogy egyik napról a másikra meg kellett válniuk otthonuktól. Szomorú vagyok és dühös. Annyira szerettem itt lakni, és most tehetetlennek érzem magam, panaszolta egy nyugdíjas tanárnő. A kikötővárost a francia Rivierával összekötő A10-es autópálya hídja tavaly augusztus 14-én omlott le. 35 autó és kamion zuhant a több mint 50 méteres mélységbe, 43 ember meghalt. A tűzoltók napokig küzdöttek, hogy a túlélőket kiszabadítsák a romok alól. A tragédia reggelén heves vihar tombolt a városban, a szakértők szerint ez is hozzájárult ahhoz, hogy a több mint 50 éve épült szerkezet megadta magát. A híd már évek óta rossz állapotban volt, el is kezdték a talapzat felújítását, ám a forgalmat nem korlátozták. A vizsgálat még tart, 73 ember, köztük a hidat üzemeltető autópályatársaság több tagja ellen is vizsgálat indult. A hídtest betonelemeit már februárban elkezdték szétszedni, pár hét múlva a lakóépületek lebontása után a két talpon maradt talapzatot is felrobbantják. Az olasz kormány jövő tavaszra ígéri az új híd megépítését.